A Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium rögtönzött pedagógus kórusa köszöntötte a vendégeket a több mint egy év kihagyás után megtartott bősznapon. 2020 tavaszától három alkalommal maradt el ez a rendezvényünk az ismert okokból. Most itt vagyunk, nem vagyunk olyan sokan, mint szoktunk lenni, de akik eljöttek, azok biztosan nagy örömmel fogják megélni az újra találkozást. Két csoportja van azoknak, akik eljönnek, vagy 50 éve nem jártak itt, és ezért nagyon várják, hogy újra találkozzanak a régi arcokkal, akár még régi tanáraikkal is. És vannak azok, akik évről évre megtisztelnek minket a jelenlétükkel. Nyilvánvalóan az ő örömük is fontos számunkra, hiszen ez egy találkozási pont. Szomorú lenne, hogyha a jövőben el kellene maradnia a bősznapnak. Az 1970-ben és 71-ben végzett évfolyam diákjait fogjuk örökös diákká fogadni, ez egy hagyomány nálunk, illetve olyan kitüntetések átadására kerül sor, amelyek az elmúlt évben értett okoknál fogva nem kerültek átadásra. Ezek közül a legrangosabb a Koricsánszky Ottó érdemérem. Ennek a díjazottja Szuprics Vendel, a legéltesebb öreg diákunk a maga 101 életévével. Sajnos ma nem tud itt lenni közöttünk, de a díját már nagy örömmel átvette. Szintén a mai napon kerülnek átadásra a Bösz Junior ösztöndíjak. Ezeket mindig maturanduszok kapják, a gimnázium tantestülete jelöl díjazottakat, az egyesület grémiuma pedig hármat választ közülük. Ők egyesével 50 ezer forint értékben kapnak könyvutalványt ezúttal is. Ezen kívül a Gyalog István junior érdemérem is gazdára talált, amit azok a volt diákok kaphatnak meg, akik valamilyen tudományos tevékenységet végeznek, és ezzel emelik a gimnázium hírnevét. A Bonyhádi Öregdiák Szövetség küldött gyűlésének határozata alapján Gyalog István junior díjban részesül dr. Andrássy Gábor. Andrássy Gábor 2001 és 2006 között járt a Bonyhádi gimnáziumba. Elmondása szerint nagyon sokat köszönhet az Alma Máternek és Gruber Lászlónak. Én történelem vonalon mozogtam elsődlegesen, és a tanár úrnak a hatására, az oktatására, az iránymutatására, hogy ezt fokozzam, elkerültem a Szegedi Tudományegyetemre, mint földrajz hallgató, és ott is az 5 éves képzésem végén egy 3 éves PhD képzést folytattam, amelyet sikeresen el is végeztem, és ennek a tudományos munkának szerintem inkább ez a megkoronázása ez, hogy most ebben a kitüntetésben részesültem. Azt a tudományos munkát nevezzük annak, mert hát azért a gimnáziumi tanulás is egy tudományos munkának fogható már fel, mert azzal alapozza meg az ember a felsőfokú tanulmányait, és amit a felsőfokú tanulmányaim során, illetve a PhD képzés során elvégeztem, bizonyítottam. Én úgy gondolom, hogy ennek köszönhetően kaptam meg ezt a díjat, hiszen azzal, amit elértem, méltónak találtak arra, hogy kitüntessenek. 2 évvel ezelőtt is egy olyan volt diák kapta meg ezt a díjat, aki a földrajz tudományában jeleskedett. Szerintem annál szebb dolog nincs, mint amikor egy edző felmúlja a tanítványa, illetve az edzetje, hát a fiúk is ezt tették, nagyon büszke vagyok rájuk. És hogy érintette Andrássy Gábort a kitüntetés híre? Nagyon meglepődtem, amikor engem jelöltek erre, nagyon jó barátom is megkapta korábban ezt a díjat, és titokban reméltem, hogy majd én is megkapom ezt, és akkor egyszer csak így, mint derültékből a villámcsapás, kaptam egy e-mail megkeresést, hogy akkor a 2020-as tavaszi bősznapon akkor szeretettel várnának, mert hogy engem erre a díjra méltónak találtak. Nagyon meglepődtem, nagyon izgultam, hogy fú, bősznapon nekem ott egy diát adunk el részt vennem. Nagyon hálás is voltam ezért a kitüntetésért, csak aztán jött a Covid helyzet, és igazából hát lényegében már másfél éve izgulok, hogy itt a tornacsarnokban majd nekem ezt a díjat, ezt át kell vennem, és de igazából ez az elmúlt néhány napban ült le bennem, hogy azért mégiscsak egy kitüntetést kapok. Életem első kitüntetése, amit így a tudományos munkámért, a tanulmányaimért kaptam, és erre nagyon, nagyon büszke vagyok. Az eseményen részt vett Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője, aki egykor szintén ebbe az iskolába járt. Mindig beszélünk a hazáról, arról a történelmi földrajzi tájról, amely mi hazánk, ez a Kárpát-medence,
de a haza nem csak ezt jelenti, a haza a benne élő embereket is jelenti, a magyar embereket, éljenek akár itt vagy bárhol a világban, az mindig egy cseppnyi Magyarországot jelenti, így van ez a gimnáziummal is, mi Bonyhádi gimnazisták bárhol is legyünk, bármely korban életünk során mindig ezt az intézményt fogjuk képviselni, illetve ezt az intézményt fogjuk szolgálni. A tavaly évben a találkozót sajnos nem lehetett megrendezni, és így elmaradt a 2020-as bősznap, pedig nagyon készültek rá a nemzeti összetartozás évében. Most annál többen tudtak összejönni, egyrészt azok, akik a tavaly nem voltak itt, másrészt pedig azok, akik az idén lettek 50 évesek, tehát 50 évvel ezelőtt érettségiztek, ők azt láthatják, hogy jelentősen megváltozott azóta a gimnázium, ennek az udvara, új épület együttesekkel gazdagodott, tehát nyugodtan mondhatjuk azt, hogy az elmúlt időszakban is, még a másfél évben is egy töretlen fejlődés jellemzi az intézményt. Ez nem csak a külsejében mutatkozik meg, hanem egyre inkább az eredményeibe is, nem csak a megye, hanem az országban is az egyik legjobb gimnáziumról beszélhetünk, hogyha a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnáziumról beszélünk, úgyhogy ehhez gratulálunk mindenki, aki bonyhádi öregdiák volt, illetve bonyhádi öregdiák, az a saját munkája által mindig kicsit hozzátesz ehhez, hogy az eredmények tudjanak jönni. Gratulálok az itt dolgozó pedagógusoknak, illetve diákoknak. A Bonyhádi Öregdiákok Szövetsége 1936-ban alakult, amit ugyan 45-ben betiltottak, de 1981-ben újjá alakult. Azóta szinte minden évben összegyűlnek a gimnázium egykori diákjai és tanárai, és ünnepelnek.